Az egészségügyi innovációk és a vállalkozások kerültek középpontba a Debreceni Egyetem november 11-i konferenciáján. Az eseményt az intézmény az Európai Unió EIT Health nevű együttműködési közösségével közösen szervezte meg. A kétnapos angol nyelvű rendezvényen a szakemberek bemutatták a legújabb egészségügyi trendeket, és azt is, hogyan lehet egy tudományos kutatásból sikeres vállalkozást építeni. A konferenciával párhuzamosan pedig 41 országból több mint 150 hallgató vett részt egy 24 órás ötletversenyen, ahol egészséges életmód körüli témákban kellett kidolgozni és prezentálni innovatív elképzeléseket. A legjobban sikerült projekteket pedig akár intézményi kereteken belül is lehet majd folytatni. A Debreceni Egyetem vezetői szerint ugyanis a jövőben az oktatás, a kutatás és a betegellátás mellett az innovációkra is nagy hangsúlyt kell majd fektetni. Ebben pedig a mostanihoz hasonló rendezvényeknek nagy szerepe van. A jelentősége az, hogy találkoznak mind a oktatóink, külföldi vendégeink és a versenyző hallgatói csoportjaink egymással, megméretnek, és az innováció témakörében születnek valamilyen eredmények, gondolatok, amit meglátunk a verseny végén, hogy melyek lesznek azok, amelyek további terre érdemesek. Az intézmény a jövőben főként az egészségipar és a műszaki területek innovációira szeretne nagy hangsúlyt fektetni.